Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a vélemény vezér, és ezúttal a vendégünk, akit szintén nagy tisztelettel köszöntök, Fodor Gábor, volt miniszter, volt országgyűlési képviselő, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet alapítója. Jó napot Én kívánok! Is köszöntöm a hallgatókat, nézőket és önt is természetesen és itt már kint megbeszéltük, hogy nagyon izgalmas -e a belpolitika manapság itt Magyarországon, hogy, hogy, ezzel is kezdenék, de van egy-két olyan külpolitikai téma, amiben szívesen meghallgatnám szintén a véleményét. Az egyik témánk pedig természetesen Magyar Péter, Magyar Péter jelenség, és ennek a, az aktuális folyományai, mi is történik itt a szemünk előtt, és azt gondolom, hogy legutóbb, mikor beszélgettünk, már akkor is picit beszéltünk erről a jelenségről, de azóta nagyon sok minden történt, és érdekel, hogy ahogy követi ön is a figyelemmel ezeket az eseményeket, fejleményeket hétről hétre, mi a benyomása, hogyan látja magát ezt az egész jelenséget. Azért mondom jelenségnek, mert látom, hogy vannak, akik így kicsit elbagatalizálják, hogy jó, ez most egy ilyen hype, kicsit olyan, mint a, akár a pedagógus tüntetések voltak, és majd így le fog csendesedni. Sokan azt gondolják, hogy tartalom nélküli ez az egész jelenség, igazából nincs mögötte tartalom, csak egy jól felépített kommunikáció, meg egy ilyen díszlet, ha úgy tetszik. Van, aki meg úgy gondolja, és látom, hogy az is komoly gondolat, hogy azért ez egy komoly veszélyt jelenthet, akár a kormányzó párt számára manapság. Ön hogyan látja ezt? Hát én semmiképpen nem becsülném le ezt az egészet, amit látunk, amit ön is jelenségként fogalmazott meg. Azért nem becsülném le, mert, és akkor innen is kezdeném, hogy vannak mélyebb mozgások a háttérben, amiket szerintem érdemes először figyelembe venni, amiknek eredményeként beszélhetünk egyáltalán arról, hogy Magyar Péter feltűnt a magyar politikai életben. Mik ezek a háttérmozgások? Hát egyfelől az egy két típusú krízis jelenség van szerintem, válságjelenség ma a magyar társadalomban. Az egyik ott van az ellenzéki térfélem elsősorban a baloldali térfelme, ugye ne felejtjük el, hogy az ellenzék, az, ugye ott van egy szélső jobboldali párt is, de amit mondok, az érinti őket is, de elsősorban a baloldalra vonatkozik. Tehát a baloldal régóta válságban van, hiszen sorozatosan választási kudarcokkal néz szembe, tehát rendszeresen kétharmadot kap a Fidesz 2010 óta a választásokon, nem sikerül eredményt elérni, a szavazói nagyon csalódottak, és ezen túlmenő egy eredmény sincs, valójában olyan vízió sincs, ami, ami, mobilizáló lenne a közönség számára, hogy milyen Magyarországot képzelnek el a baloldalról. Ráadásul széttöredezettek, tehát állandóan belső harcok és belső ellentmondások tarkítják ezt a képet. Szóval van egy hitelvesztett baloldal, nyugodtan mondhatjuk, tehát van az ellenzéki szavazó, aki nagyon szeretné már leváltani Orbán Viktort és a Fideszt, de végtelenül dühös és elkeseredett, mert nem szeretne már azokra szavazni, akik már négyszer kudarcot vallottak a választásokon. Tehát ez a baloldali krízis. Mi van a jobb oldalon? Ott is van egy kritikus helyzet. Sőt, azt mondanám, hogy a jobb oldalról áthúzódva az egész magyar társadalmat érinti, de ez a jobb szavazókat is befolyásolja az, hogy van egy gazdasági válság. Ne felejtjük el, hogy 2022 óta, amióta a választások voltak, és előtte a kormány szerintem hibás gazdaságpolitika részekén kiköltekezett, Magyarország komoly gazdasági krízisben van. Azért hangsúlyoznám ki itt a kormány hibáját, mert a gazdasági ö, válság az egyébként érinti Európát, és az egész világot sok tekintetben, de Európát És de mégiscsak azért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy az Európai Unióban Magyarország szenvedi meg legjobban. Mert nálunk volt a legmagasabb infláció, Nálunk visszaesett az életszínvonal, visszaestek a jövedelmek, csökkent a, a reál jövedelmünk, hatalmas volt a pénzromlás költségvetési hiány elszállt, tehát folyamatosan az elmúlt években csak azt halljuk, hogy a pénzügyminiszter bejelent, hogy nem tudtuk tartani most sem, most sem, most sem, most sem. Sőt, most a tetőpontjára ért. Pontosan, adósságállományunk megint emelkedik, tehát egyszerűen drámai adataink vannak. Most ilyen hétköznapi adatokról is beszélünk, ami az életszínvonalnak az egyik legfontosabb mutatója, mondjuk az új autóeladások, az egész Európa, Unióban az egész, az összes Európai Uniós országban nőttek, van, ahol jelentősen, egy országban, ahol ez Magyarország. Tehát hogy ezek mind mutatják azt, hogy... Nálunk van egy komoly gazdasági válság, ami mind a jobboldali szavazókat, mind a baloldali szavazókat érinti, mert ugye ez, ez a politikai hovatartozás nélkül mindenünket érint. Egyszerűen rosszabbul élünk, mint néhány évvel ezelőtt, és ez feszültebbé, idegesebbé teszi az embereket. És még a jobb oldalon ehhez párosul, ehhez az egész szituáció, az a kegyelmi botrány. Ami a kegyelmi botrány a morálisan ingatta meg a jobboldali szavazókat. Tehát ez a két válság jelenség, tehát jobbról van egy morális elbizonytalanodás, tehát a jobboldali szavazók nem mentek még át a ellenzéki oldalra, de a hitük megrendült sokaknak, a baloldal részéről van egy hitelvesztés, hogy nem szeretnénk azokra szavazni, akik már számtalan kudarcot felhalmoztak. És egyszer csak ez a, ez a hullám, amiről beszélünk, a felszínre dob valakit, aki épp akkor az adott pillanatban mond valamit. És ezzel megjelenik a magyar politika szintenén. Ez magyar Péter. De mivel ez egy hullám, tehát ennek ideje, idő lesz, amíg ez a hullám kifog simulni, tehát szerintem egy darabig velünk lesz ez a jelenség, és nem becsülném le, mert mindenképpen ahogy a hullámok is, amikor a partra érnek, azért köveket sodornak el, kimosnak maguknak vájatokat, tehát ennek lesz hatása szerintem jobb oldalt és bal oldalt egyaránt, tehát nem szabad ezt úgy kezelni, hogy ja, hát most van valami, aztán majd eltűnik, ez is, mint az összes többi. Szerintem ez más. Itt jóval fundamentálisabb jelenségről van szó az a helyzet. Na most, ha megengedi még egy gondolatot, ugye Magyar Péter az annyit hagyd tegyek hozzá, hogy természetesen nem tudjuk és nem ismerjük igazából a politikai szándékait, elképzeléseit. Erről valamit már hallottunk a különböző beszédei kapcsán. Ez még azért szerintem kevés ahhoz, hogy bármit össze lehessen rakni. Különösen hátránya az, hogy az elmúlt évtizedekben semmit nem tudtunk róla politikailag. Tehát neki nincs politikai múltja, csak az alapján tudjuk megítélni, szerintem, amit jelen pillanatban látunk. És szerintem az André az, én szememben rendkívül rossz volt, mert azt gondolom, hogy, hogy erkölcsileg az egy nagyon súlyos dolog, ha valaki azzal robban be a magyar politikába, hogy fölveszi titokba a házastársával folytatott beszélgetést, majd azt a beszélgetést a házastársa tudta nélkül nyilvánosságra hozza azért, hogy lejárassa a másikat. Ez szerintem egy rendkívül tisztességtelen eljárás, és ilyen módon nem lehet jó ügyeket képviselni, én azt gondolom. Na, de akkor itt meg is ragadom az alkalmat, ugyanis ezzel kapcsolatban ön a véleményét már kifejtette nyilvánosság előtt, hogy mit gondol erről a hangfelvételről, és a Klubrádióban volt egy adás, ahol Hegedűs András az Ügyészek Országos Egyesületének volt elnöke felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Fodor Gábor, tehát ön, szerint nem érdekes, hogy mit mondott Varga Judit az ex által készített hangfelvételen, hanem ugye arról beszélt, hogy maga a hangfelvételnek az elkészültének a morális kérdései, azok itt ön szerint fontosak. Nagyon mit szólt ehhez a kritikához. Hát szerintem részben félreértettem, mert nem érdekes, de arra mondtam, hogy ugye a sajtó sokat foglalkozott ezzel, és azt mondtam, hogy olyan értemben nem érdekes, hogy az ügyészség ezt ki fogja vizsgálni. Hát ugye az ügyészség azonnal bejelentette, hogy ezt megvizsgálja, hogy mi van a hangfelvételen, de hozzátenném, hogy, hogy a tekintetben, hogy, hogy ezt minek tekintjük, ezt a hangfelvételt, azért azt számításba kell venni, hogy maga az érintett, aki beszél rajta, a Varga Judit elmondta több alkalommal, hogy ő ezt egy olyan beszélgetésben mondta, azokat, amiket felvettek az ő nélkül egy magánbeszélgetésben, tehát hozzáten, tehát nem valami hatóság előtt nyilatkozott tanúként ezekben a kérdésekben, egy magánbeszélgetésben mondta el, méghozzá egy olyan beszélgetésben, amelyben ő egy rossz kapcsolatban élt, szabadulni akart az egészből, lényegében ráhagyott mindent a férjére, illetve visszamondott olyan dolgokat, amiket szeretett volna hallani. Sajnos tudjuk, hogy ez életszerű, mert előfordul kapcsolatokban ilyen, előfordulnak olyan szituációk, az emberek, hogy a konfliktust elkerüljék inkább, ezt a megoldást választják. Tehát ezért mondtam, hogy szerintem ennek nagyon nagy jelentősége nincs, az ügyészség majd nyilván ki fogja vizsgálni, és majd ott kiderül, hogy hogy lehet -e ezzel valamit kezdeni. Én politikailag érdekesebbnek találom, vagy relevánsabbnak találom az ennek a, a nyilvánosságra hozatali módját. De ugye ezzel a hangfelvétellel kapcsolatban is nagyon megoszlanak a vélemények, illetve két nagyon erős narratívát lehet hallani. Azt, azt amiről ön is beszél, hogy, hogy hogyan készülhet el egy ilyen mérhoz valaki nyilvánosságra egy magánbeszélgetést, morálisan hova tehető ez a kérdés. Valaki meg azt mondja, hogy egyáltalán nem érdekes a morális megfontolás. Itt az a lényeg, hogy ami ott elhangzik, az vérlázító és felháborító. Tehát ez a két én hallottam ilyen olyan megszólalást Igen. a közéletben az elmúlt hetekben. Persze, nem csodálom, mármint, hogy hallottam, mert én is ismerem ezeket. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy, egy példát, hogy hát én emlékszem még arra, ifjú koromból, amikor... Hát az iskolai oktatásban kötelező volt tanulni ugye mindenféle borzalmas dolgokat, kommunista pár történetét, munkásmozgalom történetét, egyebeket, szovjet birodalom történetéből is elemeket. És nekünk is ugye a pionírokat állították példaképül, a szovjet kis úttörőket, és emlékszem, hogy volt, ha jól emlékszem, egy Morozov nevű pionír, akiről még akkor, még a 70-es években is beszéltek, vagy szó volt róla, aki azért volt nagyszerű szovjet pionír a szovjetek szerint, mert annyira kiváló kisfiú volt, hogy amikor a szülei valamit tettek, most már nem tudom, hogy mi volt, terményt rejtettek el, vagy valami iratokat nem adtak oda, hatóság oda kellett volna, ő feljelentette a szüleit. Mert úgy éltem meg, hogy az állam érdeke az fontosabb, mint a magánerkölcs. És ez állítólag példakép. Én akkor is elhűlve és elborzadva néztem, hiszen szóval nyilván én egy más családból, más közegből jöttem. Én gyerekként is, hát nyilván tőlem ez végtelenül távol állt. De most nem csak a személyes élményt szeretném mondani, hanem ezt a mai példára lefordítva. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy nem írja felül szerintem a pecsület és a tisztességnek a szabályait az, hogy azt gondoljuk, hogy állítólagos, nem tudom, államérdek vagy közérdek alapján nekem a saját feleségemmel szemben így kelljen viselkedni. Szerintem a súlyos baj van. Ahogy ezzel a pionérral is súlyos baj volt, hogy ő úgy gondolta, hogy föl kell jelenteni a szüleit, Azért, mert, mert ő neki ezt tanítják, és ez az államérdek, Szerintem nem kell. Szerintem nem kell fölvenni a feleségünkkel való beszélgetést sem titokban, és különösen nem kell a nyilvánosságra hoznunk az ő engedélye nélkül. Nem, nem ismerek olyan érdekeket, ami alapján ezt meg kellene tennünk. Mert szerintem ez nem, egyszerűen nem tisztességes. Úgy fogalmazott az előbb, hogy a magyar péteri jelenséget ez a hullám dobta fel a felszínre, amely itt a válságok nyomán kialakult. Azzal kapcsolatban is látok egyfajta gondolkodást és vitát, hogy mennyire tartják véletlennek ezt a fellépést, és mennyire gondolják, vagy hogy többen azt gondolják, hogy valamilyen módon ez egy előkészített, jól felépített fellépés, csak nyilván megvártak egyfajta időzítést ezzel kapcsolatban, melyiket tartja reálisabbnak, látva azt, hogy hogyan működik ez a gépezet. Fogalmazunk így. Én azt gondolom, hogy ez egy spontán történés volt. Biztos vagyok benne. Most már nyilván sokan dolgoznak rajta, és vannak, ahogy tudjuk, és hallottuk és vannak szakértők körülötte, meg tanácsadók és mások. De az egész történetnek a kezdete szerintem az spontán volt. Tehát nyilvánvalóan ez egy, ez egy részben egy házastársi konfliktusból, illetve amit tudunk a történetből, abból származott, hogy úgy ítélte meg Magyar Péter, hogy egyszerűen az ő megélhetése egzisztenciájait itt nincs biztosítva, mert kikerül azokból az állásokból, amelyekbe volt az előző évtizedben, bő évtizedben, és akkor úgy döntött, hogy akkor, ha már ez a helyzet van, akkor ő Kartki kart bosszút áll. És ezzel elindított egy folyamatot, és szerintem ő folyamatosan, ő is belecsöppent egy olyan szituációban, amiről az a gyanúm, hogy az első pillanatban még nem is gondolta, hogy ez lesz belőle. És aztán jött ez a hullám, amiről beszélünk, és a hullám a felszínen tartja, és nyilván most neki már meg kell felelni valamilyen módon azoknak az elvárásoknak, amit támasztanak vele szembe. Tehát szerintem ez valószínűleg spontán alakult így, és közben formálódik a spontán felindulás és, és, akció és mozgalom egy, egy szervezettebb valamivé. Ugye kétféle válságról beszélt az előbb, egyrészt a gazdasági válság, amit mindenki megérez az országban vala, az életének valamelyik területén, és van ez a fajta morális válság, ami a jobb oldalon okozott egy zavart, ugye a kegyelmi botrány. Ő hogyan látja, hogy Melyik válságra és egyáltalán ezekre a válságokra tud -e reagálni, például a Magyar Péter. Mert például én a gazdasággal kapcsolatban nem sok olyan ötletet vagy ígéretet hallottam tőle, de lehet, hogy én voltam figyelmetlen, ami mondjuk éppen arra adna választ, ami az embereket talán a leginkább érdekli hogy hogyan lesz itt megélhetés a jövőben. Viszont azt láttam, és a tüntetésen készült felvételekből is kiderült, hogy sokan vannak olyanok, akiknek mondjuk a gyermekei külföldre mentek már dolgozni, és egy olyan Magyarország képet szeretnének, ahol ezek a fiatalok itthon maradnak. Tehát ez így többször visszaköszönt ezeken a tüntetéseken. Hát, ahogy említettem önnek és korábban, és amit a kérdésében most elmondott, ez is ezt erősíti meg, hogy hát azért konkrétumot nem nagyon tudunk azzal kapcsolatban, hogy ő mit akar képviselni. Tehát elmond dolgokat, beszél sok mindenről, de hát ezek részben ismert elképzelések a politikában, tehát újszerűség nincs benne. De azt is megértem, és ezt most nem kritikailag, vagy negatívan akarom mondani vele kapcsolatban, hogy sokszor egy ilyen mozgalomnak az elején Persze az ember még nem is nagyon tud milyen konkrétumot mondani, mert hogyan, hát programja nincs. Tehát, ahogy előbb említettem, spontán módon indult szerintem ez az egész. Megjegyzem, ha nem spontán lett volna előre szervezett, akkor ezek a program elemek már lennének, vagy tudnánk róla valamit. Tehát ez is ezt erősíti szerintem, hogy ez egy ilyen természetes módon indult valami lavina tulajdonképpen, egy ilyen lavinának tekintsük. És akkor így egyre nagyobb, egyre nagyobb. Szóval ő, nyilván ezek ezután fognak kialakulni, és csak akkor, amikor kialakulnak majd, és amikor már kell mondani át, meg kell mondani bét, tehát nem csak ilyen általános szövegeket, hát akkor természetesen lesznek meg, akik azt mondják, hogy ja, hogy erről van szó, hát akkor ez, ez nekem nagyon tetszik, illetve ez nekem nagyon nem tetszik. Tehát, hogy polarizálódni fog egyszerűen a, a közönség szerintem, Magyar Péter körül is, tehát erre számítania kell. De én azt gondolom, hogy például, ugye mire rákérdezett a gazdasági kérdésekre, azokról nem szabad elvonatkoztatnom a Magyarországon, mert mindennek az okozója lényegében ez, hogy Magyarország nem tud ebből a válságból egyelőre kikecmeregni, és ez egy komoly probléma, tehát egy komoly krízis van, és amire ön utalt, hát rosszak az adataink, nem csak a téren, hogy... Ugye az évelején elején derült ki, hogy soha nem született még olyan kevés gyerek Magyarországon, mint ebben az évben, hanem az is kiderült, hogy most megint felerősödött a kivándorlás az országból. Tehát, hogy, hogy a gazdasági adataink mellett ezek mind mutatják azt, hogy igenis erre oda kell figyelni. Tehát egyfelől az ellenzéki pártok részéről szerintem itt komoly bajban vannak, mert őket ez el fogja sodorni ez a lavina, ha előbb már ezt mondtam, ugye ezt a lavina hasonlatot, tehát az látható, hogy Magyar Péter elsősorban az ellenzéktől vesz el szavazókat, tehát döntő mennyiségben, tehát az ellenzékre veszélyes, a Fideszre kevésbé veszélyes szerintem, de a Fidesz nagyon nagy hibát követel, el, hogyha azt gondolja, hogy ez őt nem érinti, vagy nem érdekes, mert alááshatja, a bizalmat vele kapcsolatban, és nagyon, nagyon mármint a jobb jobboldali szavazókban, és nagyon sok gondot okozhat a későbbiekben. Tehát szerintem nekik is oda kell figyelni pont ezért, mert van egy általános rossz érzet a magyar társadalomban arra vonatkozóan, hogy nem jól mennek a dolgaink. És még egy utolsó gondolat ehhez, azt mi megtanultuk a politikába az elmúlt évtizedekben nagyon egyszerű szabályként, hogyha a gazdaság megy előre, akkor az embereket egyéb más kérdések kevésbé érdeklik. Tehát például a klasszikus történet, a korrupciós probléma, az, hogy másoknak, ugye mennyi pénz van, vagy korrupcióval milyen pénzek kerülnek ide-oda, vagy a mészáros lőrinc jelenség, hogy még konkrétabbat mondjak, amiről szoktak, ugye lölő jelenség, ugye, hogy Pesti Laci tavaly megfogalmazta, ez az egész kérdés akkor, ha megy a gazdaság, és azt érzik az emberek, hogy oké, okay, oké, okay, de a következő hónapban is jobb lesz, meg az azután következő hónapban is jobb lesz nekem. Érdekes, nem helyes dolog, de nem érdekel annyira. De hogyha azt érzik az emberek, hogy a következő hónapban is rosszabb lesz, és valószínűleg azután következőben még rosszabb, akkor minden sokkal jobban érdekli őket. És hát ez, 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 ez a háttere szerintem ennek az egész magyar Péter ügynek. Még akkor egy utolsó kérdés ide, aztán megyünk, megyünk tovább, hogy tegnap délután jelentette be végül is Magyar Péter, hogy melyik párthoz csatlakozik, vagy melyik párt színeiben indul. Ugye ez egy abszolút, szerintem országosan abszolút ismeretlen párt, ugye a Tisza rövidítéssel rendelkezik. Szerintem sokan most hallottak életükben először róla. Mennyire reális döntés ez? Most nyilván, hogy nem tagozódhat be már egy nagyon ismert pártnak a színeibe, mert akkor megint előjön ez a probléma, ami egyébként már Kizai Péter esetében is felmerült, hogy bizonyos erőkkel, ha együttműködik, akkor hogyan tudja mégis eltolni magától azt a, azokat a bélyegeket, amik ezek a pártok már magukon hordoznak adott esetben. Tehát ez politikailag egy jó döntés, hogy egy teljesen ilyen nulláról egy tiszta lappal indulni? Igen, jó döntés szerintem. Tehát szerintem ebben ügyesen és jól döntöttek Magyar péterse körülötte lévő emberek. Mert hogyha egy olyan pártot választ, ami már ismert, akkor betagozódik a régibe. És neki az erejét ugye az adja, amiről előbb beszéltem. Ugye elsősorban ő a baloldalra, tehát sőt, hát drámai hatással lesz a baloldalra. El fog tüntetni pártokat a magyar közéletből, tehát a Momentumtól kezdve a MSZP párbeszéd, stb. ilyeneket mondjak, hogy mindenki Magyarországért, ha már már vagy Pétert mondta, kutyapárt. Ezeknek a pártoknak szerintem vége lesz a Magyar Péterrel. Tehát ez valószínűleg csak a DK tudja túlélni a baloldalon, oldal, bal amit várható, hogyha ez így fog a későbbiekben tovább menni. Szóval, ha ő közülük bármelyiket választotta volna, akkor betagozódott volna közéjük, és nagyon sok szakaszot elveszített volna. Tehát neki az erejét, az újdonság erejét az adja, hogy más. És így is próbálja definiálni magát egyébként helyesen, hogy azt mondja, van a baloldal, meg van a jobb oldal, meg vagyunk mi. Tehát ez egy, ugye, ez egy érdekes pozíció, és szerintem ezt jól teszik, tehát ezt okosan csinálják. Jól tették azt is, hogy egy létező, de nem ismert pártot választottak, már csak azért is, mert ugye most már ők nem tudnak pártot bejegyezni, hiszen ez túl késő ahhoz, hogy jogilag ez keresztül fusson az európai parlamenti választásokig, tehát nekik egy olyannal kellett együttműködni, amelyik már volt, de csak olyat lehetett választani, ami ismeretlen a közönségnek, ez nem kapcsolódik semmi semmilyen élmény, semmilyen felfogás gondolat. Akkor euh, ugye még, még a dk is veszélye lehet, mert most arra gond, azon gondolkodtam, hogy ugye az is megjelent, hogy se Gyurcsány, se Orbán, tehát hogy egyik, úgymond olyan karizmatikusnak gondolt nagyobb vezető, aki már volt Magyarország élén, ez el van utasítva, tehát egyikhez sem lehet, illetve hogyha eltűnnek pártok, és marad mondjuk a DK, mert azért ő most az ellenzéki oldalnak még a vezető ereje jelenleg, tehát valószínűleg ő maradhat ezek szerint, és lesz Magyar Péternek egy viszonylag erős pártja, ez az új párt, akkor viszont tömbösödik az ellenzéki oldal. Ez mit jelent? Akár a kormánypárt számára, akár az ellenzék számára? Hát én arra számítok, de hát persze ezek tudja jóslatok, jóslatok jelen pillanatban, és nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a végeredmény. De hát én a baloldalról, ahogy elmondtam, arra számítok, hogy lényegében el fognak tűnni ezek a kicsi pártok, ami hát természetesen a, 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 a magyar politikai szisztémához, meg választógi rendszerhez kapcsolódó nem feltétlenül baj, meg nem feltétlenül tragédia, de nyilván azoknak, akik személyes kötődés van, vagy valamiért hisznek benne, nekik ez fájdalmas lesz. Úgyhogy megvan ez a sajátosság ennek a helyzetnek. Szerintem csak a DK fogja túlélni, de őt is érinti, hogy a kérdésére is visszatérjek. Szerintem a DK és veszíteni fog a támogatottságba, és mandátumokat fog veszíteni a az Európai Parlamenti Választáson a Magyar Péter felbukkanása miatt. Kérdés a mi hazánk. A mi hazánknak én azért azt jósolnám, hogy valószínűleg nekik sikerül mandátumot szerezniük, de ők is veszíteni fognak. Tehát szerintem, mert náluk is vannak egyszerű protesztszavazók, akik nem feltétlenül szélső jobboldaliak, hanem csak úgy ellene vannak ennek az egésznek, ami körülöttünk van, és szerintem őket a Magyar Péterféle hullám az elszívhatja tehát ilyen értelemben ez komoly jelentőség. Ez legkevésbé a Fideszre foghatni, az az érzésem, de, de egyelőre a felszínen nem hat rá, de a mélyben a Fideszt is komolyan veszélyeztet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még egy gondolat ez, hogy valójában itt a Fidesz kormányzatnak kellene felébredni ebben az egész ügyben. Látom ugye, hogy most Magyar Péter ellen mindent csinálnak, tehát próbálják a legkeményebb eszközökkel támadni, helyenként lejáratni, tehát mindent elmondani vele kapcsolatban, ami, ami, ami hát hogy nem, nem is akarom most ezt ízlés szempontból minősíteni, hogy milyen dolgok ezek, de ez kontraproduktív, tehát a Fidesz-szavazók szempontjából lehet haszna, mert a Fidesz-szavazóknak ad egy, egy támaszt arra, hogy hát azért mégis ilyen emberre azért nem lehet szavazni, meg nem lehet oda csatlakozni. De egyébként úgy általában nagyjából azt fogja jelenteni, mint, a, mint mi már Magyarországon megtapasztaltuk Hongyula esetében, 94-ben minél jobban pufajkázták, Orgyulát, annál népszerűbb volt. Vagy most látjuk Donald Trump esetét az Egyesült Államokban. Minél többet citálják be a bíróság elé, annál népszerűbb. Tehát Magyar Péterre is így jár a Fidesz, minél többet szídja, és megjegyzem, a Fidesznek a keze is benne van, hogy ennyire ismerté vagy népszerűvé tetté. Hát nem lát, a jobboldali sajtót az ember nézi, hát fele Magyar Péterrel foglalkozik naphosszat tényleg. Tehát ezt részben értem a saját szavazóik miatt, de azt gondolom, hogy másik oldalról meg egyúttal kárt is okoznak ezen már olyan értelme saját maguknak, hogy felnövesztenek valamit, vagy még nagyobbra kreálják, mint amilyen valójában. Akkor még egy utolsó kérdés, de csak azért, mert most már ez átvezet bennünket majd a következő témánkra. Ugye Magyar Péter tüntetésén megjelent hangsúlyosan egyébként a nemzeti színek, a magyar zászló, ő is már az első partizán interjújában is nagyon arra tette a hangsúlyt, hogy ő egyébként egy nemzeti érzelmű, konzervatív ember, és éppen hogy a haza szolgálata miatt áll ki bizonyos ügyek miatt, és vállalta a nyilvánosságot, és hozott áldozatokat. És számomra az a meglepő, hogy el ez az fajta üzenet, ami ennyire ö, a nemzeti ö, identitással is ö, kapcsolatban áll, meg tud szólítani egyébként ö, pont ellenzéki szavazókat. Ezt hogy tudja föloldani? Hát úgy szerintem, hogy, hogy neki tulajdonképpen ezt jól használja, és ügyesen használja azt a helyzetet, amiből ő érkezik. Mert ő valóban tud arra hivatkozni, hogy hát ő Fidesz szavazó volt ő ő a Fidesz közösségéhez tartozott, tehát neki van egy jobboldali elkötelezettsége, hiszen a baloldali szavazó is, hogy most egy egyszerű szimbólumot használják, a baloldali szavazók, meg az ellenzéki szavazók, a liberálisok is, akik szegények, ugye párt nélkül már hosszú idő bolyonganak itt a magyar politikai közéletben, és viszont sokan vannak liberális gondolkodású emberek. Szóval például mindenki a kokárdát szívesen kitűzi magára, vagy a többség az ellenzéki szavazóknak is. De nyilván sokakban ott van az a röstelkedés, és sokszor hát ezerszer hallották azt, hogy a Fidesz részéről, a propaganda részéről sokszor súlykolták bele őket, hát a baloldal az állandóan a, nemzet vesztét akarta okozni. És azért nyilván sokakban volt. Sőt, van, aki azt mondta, na emiatt az egész cirkusz miatt föl se és tehát ez az a nemzeti érzelemnek a valahová tétele, hogy attól még lehet valaki. Tehát ugyanúgy meg lehet benne a nemzeti elkötelezettség, lehet liberális, lehet baloldali, lehet jobboldali. Tehát ezt a békésebb egymás mellett élését a felfogásoknak, a politikai felfogásoknak azért el kellene fogadni. És akkor itt térnék vissza még egy gondolaterejéig, ha nem haragszik, mielőtt más témákra rátérnék, mert mondta, hogy, hogy másra is át akar térni. Arra, hogy szerintem a Fidesznek azért tehát ebből tanulságként azt kellene levonni leginkább, hogy nem lehet állandóan harcolni. Sem Magyarországon, sem külföldön hozzátenném. Tehát nem lehet a politikánkat se a belpolitikában, se külföldön örökké arra építeni, hogy állandóan harc van. Örökké ellenségeink vannak mindenhol, a világban, az Európai Unióban, itthon is, és mi öröki harcban állunk. Hát kéne néha békét is kötni, szerintem. És ha van eszük, ezt a tanulságot ebből a hullámból, vagy ebből a jelenségből levonják, mert ez erről is szól, hogy az emberek szeretnének már békében élni. Tehát nem úgy, hogy én meg vagyok bélyegezve azért, mert baloldali vagyok, vagy liberális vagyok, vagy ellenzéki, jobb, vagy jobboldali ellenzéki vagyok, ne legyek már megbélyegezve, lehet köztünk vita, lehet politikai verseny, de nem vagyok a nemzet ellensége. Tehát szerintem ezt fel kéne fogni, és ezt például sajnos mondjuk a kultúrában is nagyon intenzíven megjelenik most az elmúlt időszakban. Magyar Péterék ezt is ügyesen használták, Rost Andrea, ugye ott a színpadon. Hát ugye látjuk, hogy egy katasztrofális hozzá nem értés zajlik éppen a kultúrában a Fidesz részéről, és nagyon sok embert veszítenek ezzel. Na de hát nem úgy tűnik egyébként, hogy itt a békének az időszakát hirdetnék meg, és akkor most ezzel be is vezetem a következő témánkat. Ugyanis Orbán Viktor legutóbbi nagy beszédeiben előfordult az a szófordulat, hogy az a mondat kiáltvány, vagy nem tudom minek fogalmaznom ezt meg, hogy foglaljuk vissza Brüsszelt, Brüsszelt vissza kell foglalni, vagy meg kell hódítani. Ez ugye éppen egy olyan szintén egy kicsit ilyen harcias ö, ö, üzenet, ami nyilván a saját tábort lehet, hogy energizálja, másokkor meg lehet, hogy meg rajta, hogy ezt mégis hogyan gondoljuk. mi, mi, hogyan le, mi, mi ennek a realitása is? Nyilván Orbán Viktor is meg kellene erről kérdezni. Pontosan mit ért ez alatt, hogy foglaljuk vissza Brüsszelt? De amikor ezt hosszabban kifejtette, akkor arról beszélt, ugye, hogy, a, hogy nem így indult, amikor mi csatlakoztunk, akkor nem erre számítottunk, változott azóta az uniós intézményrendszer és a bürokráciának a hozzáállása akár Magyarországhoz, és ezt javunkra kell fordítani. Tehát nem kilépni kell az unióból, hanem átformálni úgy, hogy nekünk jó legyen. Látja ennek a realitását? Szerintem ezt a szlogent, ami egyébként én értem a szlogennek a, a lényegét, mert mindjárt erről is beszélek pár szót, ezt a szlogent még akkor találták ki, amikor még nem volt a Magyar Péter jelenség. És azt hiszem, hogy ez a mostani helyzetben ez kevésbé fog működni. Tehát itt is némi korrekcióra lenne szükség a Fidesz részéről, mert ez nem lesz annyira átütő. Egyébként itt is egy zárójeles megjegyzés. A kommunikációban én azt látom, hogy amióta a Magyar Péter megjelent, azóta nem beszélünk például a fővárosról, hát fővárosi választás lesz itt. Egy rendkívül érdekes helyzet állt elő, az, hogy Vitézi Dávid elindul, aki nagyon érdekes, és különleges, és jó jelölt szerintem a fővárosban, és elsikkad teljesen ez a, ebben a csatazajban, ami Magyar Péter körül van. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan mi lesz, de azt látom, hogy például a kommunikációban előzőleg az volt, hogy Orbán Viktor uralt mindent, és akkor utána jöttek a különböző szereplők a, a, a lájkokkal, a kattintásokkal és egyébekkel. Most az van, hogy olyan drámai ez, hogy mondjuk 80% Magyar Péter, és az összes többi szereplő Orbán Viktorostól mindenestől osztozik a 20%-on. Tehát, hogy azért ez drámai helyzet. Tehát ezt, ezt, is látni kell, és ez mindez a választások előtt két hónappal. Tehát, hogy, hogy itt azért szerintem ébresztő kell, hogy legyen ez a baloldalnak, meg a jobb oldalnak is e tekintetben, hogy azért ezt komolyan kell venni. Az egész fővárosi választásról semmit nem fogunk tudni, hogyha ez így megy tovább. A se tudjuk, a Karácsony Gergelye mi van, az Szent Király Alexandrával, meg Vitézi Dáviddal, mert ez teljesen ilyen mellékes szereplője válik. Na, no, de visszakérdezve arra, amit a mi van Brüsszel, meg a nemzetközi szintérrel. Szóval. Itt nyilván Orbán Viktor és a Fidesz arra gondolt, hogy ők azt prognosztizálják, hogy lesz egy jobboldali erősödés Európában, és ezzel végre szövetségesei lesznek a Fidesznek, és ez a visszafoglalás szerintem, hogy végre lesznek szövetségesek, és bele tudunk szólni a, az európai politikába, a brüsszeli politikába. Ez valóban jó lenne, ha Magyarország nem párja lenne. De azért ne felejtjük el, hogy kettőn áll a vásár. Ez azért a Fidesz kormány miatt is alakult így, meg részben az Európai Unió miatt is. Tehát most tényleg benne vagyunk egy karanténban. Szörnyű dolog előzőleg is rossz volt, akkor a lengyelekkel voltunk együtt, de most már lengyelek nincsenek itt, most már egyedül vagyunk, és záporoznak ránk az ütések. Az a helyzet, ez nem jó. Szerintem ezt is érzik az emberek, amikor ott vannak kint a Budapest utcáin, és ugye ezt szabad lebecsülni azt a hatalmas tömeget, amit a magyar Péterék kivittek az utcára, azért ez, ez, ez azért rendkívül jelentős. Tehát ilyen ellenzéki oldalon hosszú évek óta nem volt, amit láttunk. Tehát, hogy ez egy életérzés, és ebben az érzésben benne van az is, amiből az embereknek az elege van, hogy, hogy jó, nem kell az Európai Uniótól elfogadni mindent azonnal, hogy az csodálatos és csak nagyszerű lehet, na no, de mégiscsak ide tartozunk, mégiscsak békében kéne élnünk az Európai Unióval is. Hát mégiscsak hogy lehet az, hogy Magyarország az az ország az Unióban, amelyik az uniós csatlakozása óta a legkevésbé tudta jól kihasználni a forrásokat az összes többi posztkommunista országgal összevetve. Mindannyian jobban fejlődtek gyorsabban és jelentősebben, mint Magyarország. Tehát ezeket a kérdéseket föl kell tenni magunknak. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesznek ez volt a szándéka, de én ebbe óvatos lennék, mert lehet, hogy lesz egy jobb jobboldali erősödés, de nem lesz áttörés szerintem európai hadszintéren, ha lehet ezt is fogalmazni az európai parlamenti választások után. Tehát <kül> Valószínű, hogy a jobboldali pártok egy piszivel erősebbek lesznek, de hogy egy példát hozzak, és akkor mire megy vele a Fidesz? Ott van a néppárt, ami szerintem egy komoly politikai hiba volt a részükről, hogy odáig jutott a konfliktus, hogy őket ki, tehát ki kellett lépniük a néppártból. Ott van a néppárt, ami egy jobb oldali tömörülés. Na és ha megerősödik, jobb lesz a Fidesznek? Nem lesz jobb. Hát keresik az utat a konzervatívok felé, ez nagyon helyes, mert nagyon rossz volt az egész országnak szerintem, hogy a Fidesz nem volt egy pár családba se benne, hanem kiültették őket a folyosóra, és nem vettek részt az elmúlt években az európai döntéshozatalban. Tehát nagyon jó, hogyha a konzervatívok közé beveszik őket, na de azért az egy kisebb tömörülés, az nem a néppárt, azért ne felejtsük el, bár ugye a kereszténydemokraták ott vannak, de hát az csak egy, mármint a magyar kereszténydemokraták, de az csak ugye egy képviselőt jelent. Szóval itt baj van, teljesen egyedül vagyunk, szövetséges és barát nélkül a nemzetközi szintéren. És úgy látom, hogy a miniszterelnök is ezt kezdi érzékelni, hiszen most ezek a nemzetközi megjelenései Donald trump -a a való Találkozója azt mutatja, hogy nagyon törekszik arra, hogy az Egyesült Államokkal legyen egy olyan viszony a következő elnökkel, ami jó és működőképes. Az, hogy itt láthatóan a Visegrádi együttműködésben nem sikerül életet lehelni, tehát ez nem fog menni, de azért van egy törekvés, hogy fenntartsuk ezt a szintet, ez nagyon helyes. Látom, hogy most Ausztriával, Szerbiával, Szlovákiával formálódik valami szorosabb együttműködés, ez is jó, tehát annak örülök, hogy a miniszterelnök ezt érzékel és próbálkozik ezzel, de azért alapvetően az unióval kellene javítani a kapcsolatunkon. És ezzel a, most hagyd mondjam, így garnitúrával lehet egyébként? Tehát, hogy nem romlott annyira meg ez a viszony, hogy jelenleg már ezen nagyon nehéz változtatni, és változtat-e ezen egyébként a magyar elnökség majd, ami... Én nagyon remélem, igen. Hogy, hogy, igen. Tehát erre van esély szerintem. Igaza van a garnitúra kérdésben már, mint hogy őt cserélni kell az uniós szinten is, meg azért Magyarország szintjén is szerintem érdemes lenne új szereplőket berakni. Mármint megegyzem, te EP képviselőkre gondol. Így van, megjegyzem a Fidesz részéről ezért külön csapás szerintem, ami történt Novák Katalinnal, meg Varga Judittal, mert két olyan hölgyről volt szó, akik felkészültek, tehát eleve női politikusok, ami fontos és erény a politikában. Felkészültek voltak, okosak, képzettek, több nyelven beszélőek, nagyon nagy veszteség szerintem a Fidesznek, de az országnak is ilyen szempontból. És Varga Judit nyilvánvalóan esélyes volt arra, hogy ő uniós biztos legyen, vagy őt jelölje a Fidesz erre. Tehát, hogy, hogyha ő lenne a Fidesz arca, vagy ő lett volna a Fidesz arca az elkövetkezendő hónapok, vagy a, például az uniós elnökség alatt már brüsszeli szinten, szerintem az nagyban javított volna a kapcsolatokon. Na szóval, hogy itt nincs egyszerű helyzetben a kormánypár sem, de kell cselekedni szerintem, és igen, az uniós elnökség szerintem egy lehetőség arra, hogy javítson a Magyarország képen. Csak nem kéne ezt a kurucos, csökönyös magatartás nagyon túlzásba véni. Szerintem, hogy mi csak azért is azért ellentmondunk, csak azért is nem vagyunk hajlandó kompromisszumot kötni, még akkor se, hogyha azt látjuk, hogy te, te az egész ország csak a kárát szenvedi ennek, mert nem jönnek a pénzek, mert nem fejlődünk, mert nem tudjuk megcsinálni. Szóval kell kompromisszumot tudni kötni a politikában. Még egyszer mondom, nagyon fontos. Tehát a harc is lényeges sokszor, de ugyanolyan fontos a békekötés képessége. Tehát kell tudni kompromisszumot, és nincs olyan, ezt el kell hinni, nincs olyan, hogy itt van az Európai Unió, 27 tagországa van, 26 jön velünk szembe minden ügybe. Tehát nem gondolhatjuk azt, hogy állandóan mindig nekünk van igazunk. Na de még akkor itt mégis vissza kell, hogy kanyarodjak Magyar Péterhez, mert hogyha most az ő pártja, amit bejelentett, indul az LP választáson, és ott egyébként láttam olyan kutatást, ami akár négy mandátumot is, még úgy is, hogy még nem is volt párt, de már jós volt Magyar Péternek, és ő mondjuk kimegy és beül az Európai Parlamentbe, akkor kevésbé lesz egyébként hatással a magyar belpolitikára, és azért ez nagyon rövid idő ahhoz, hogy olyan maga mellett olyan szereplőket kineveljen, akik fent tudják tartani ezt az érdeklődést, nem? Hát ezt nem tudjuk, én, én nem ismerem őző szándékait, és keveset lehet róla tudni tényleg, amit tudunk. Azt már ugye mondtam az elején, hogy én például ezt a morális szempontot egy lényeges dolgnak tartom, és rossz antrénak tartom a részéről a magam politikai tapasztalatával. De azt, hogy ő mit, mit akar, vagy mit szeretne, ezt nem tudom, azt láttam, hogy ő azt nyilatkozta, hogy ő nem akar beülni egyébként az Európai Parlamentbe, úgyhogy ez érdekes dolog lesz. Hát mutatja a szervezetlenséget szerintem, az, hogy pályázni lehet az európai parlamenti helyekre. Kastingon, igen. Így van, tehát ez a teljes szervezetlenség, de hát mit is várunk egy olyan mozgalomtól, még egyszer mondom, amelyik tényleg most indult, hát egy másfél hónapja még semmi nem volt, tehát nyilvánvalóan itt ilyen, ilyen érdekes megoldások lesznek, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, akkor az utolsó témánk Donald trump kapcsolatos. Még hozzá az, hogy hát még ugye nyilván itt sem fogjuk tudni, hogy amiről beszélünk, az mennyire ö, releváns, mert hogy még nem az Egyesült Államoknak az elnöke jelenleg Donald Trump, bár nagy esélyt adnak neki, hogy az lesz. A lényeg az, hogy. Ö, ő úgy zárná le ezt a háborút, hogy megpróbálna nyomást gyakorolni Ukrajnára, hogy mind a Krímet, mind a Donbass-t úgymond engedje el, engedje át Oroszországnak, és ugye ő többször beszélt is arról, hogy ha ő lenne az elnök, ez nagyon gyorsan le tudná zárni, sőt, emlékszem, amikor kirobbant a háború, akkor azt mondta, ha ő lett volna az elnök, akkor kisebb tört volna ez a háború. Hogyan látja Donald Trumpnak egyébként a, a személyét, Amerika élén, hogyha az élére kerül majd, ez is ugye még kérdés, mert elég sok bizonytalanság van az ő pályája körül, illetve a büntetőügyei miatt még kicsit így levegőbelúk, hogy mi lesz az ő sorsa. Biden úgy szintén, hiszen nagyon idős, nem nagyon lehet látni előre, hogyha befutnak a, a, a célvonal közelébe, akkor milyen állapotban lesz már. Mennyire fontos az, hogy ki az amerikai Egyesült Államok elnöke? Hogyha Trump lesz, akkor valóban látja annak esélyét, hogy ezeket a konfliktusokat meg fogja tudni gyorsan oldani, amelyekkel már itt két éve küzd Európa? Hát fontos, hogy ki az amerikai elnök szerintem, de természetesen tegyük is azonnal hozzá, vagy legalábbis én most hozzá tenném, hogy hogy azért az amerikai demokrácia úgy épül fel, ugye szokás erről beszélni fékek és ellensúlyok kapcsán, úgy épül fel, hogy az egy amerikai elnök a világ legjelentősebb végrehajtó hatalmának a feje, de nem tehet meg mindent korlátlanul. És az amerikai politikai rendszer van olyan erős, és vannak olyan hagyományai, hogy korlátozza sok mindenbe. Ezt már Trump előző elnöksége is mutatta. Hogy azért nagyon sok kérdésben meg van kötve az ő... ő keze. Tehát nem az lesz, hogy most jön Trump, és azt csinál, amit akar. Tehát szó sincs erről. De ezzel együtt én azt mondanám, hogy kérdezte a személyiségét, hogy az ő személyisége mennyire fog hatással lenni ezekre a dolgokra. Én Donald Trump személyiségét rendkívül aggasztóan tartom, és nekem egyáltalán nem szimpatikus, meg kell, hogy mondjam, mert, mert személyesen, mert hát én ismerem ezt a típust, az Egyesült Államokban elég sokat jártam, vo voltam is ott hosszabb ideig, tehát van tapasztalatom az amerikai politikáról, meg ismerem ezt a típust. Tehát ő a, hogy mondjam, tehát az a nagyképű New Yorki, tehát ő ez az amerikai, itt szóval mindenkinél mindent jobban tud, mindenkit letromfol, mindenki mehet mindenhová, de ő az biztos, hogy ő a legokosabb, a legügyesebb, stb. ez, egy, ez egy típus az Egyesült Államokban. És ő, személyiség nem vonzó nekem, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy hát én is nagy aggodalommal néztem, amikor megválasztották elnöknek, azt kell, hogy mondjam, sokkal jobb elnök volt, mint amire én számítottam. Többek között külpolitikai téren, nem győzöm hangsúlyozni, ezt többször el szoktam mondani, hogy az, hogy az Ábrahám megállapodásokat tető alá hozták, azt tényleg azt gondolom, hogyha nem Donald Trump lett volna az amerikai elnök, azért Nobel-díjat kellett volna kapnia. Nyilván itt is az elfogultságok működtek, szerintem. De az egy, az egy fantasztikusan nagy dolog, az, hogy a közel-keleten valami előrelépés történt. Jó, most épp megint azt látjuk, hogy borzalom van, ugye, de hát ezt a Hamas robbantott, aki megjegyzem, pont azért, mert én szerintem, mert láthatóan érezhető volt, hogy az Ábrahám megállapodás működik, az arab országok többsége egyszerűen békére törekszik izrael és épp a küszöbén voltak, hogy szaúd is bevegyék ebbe. És ezt akarta szétrombolni a Hamász és a radikális ugye, arab vezetők ezzel. Tehát ezt látjuk, de ez mutatja, hogy egy fantasztikus nagy dolgot csináltak a Trump. Tényleg végre először évtizedek óta, tehát fél évszázad óta először elkezdett valahogy a béke megjelenni a közel-keleten, és ez neki volt köszönhető. Szóval az ő külpolitikája szerintem sokkal jobb volt, mint amit re lehetett számítani. Úgyhogy rákanyarodva arra, amit kérdezett, hogy, hogy ez aztán milyen hatással lesz az ukrán háborúra, ez természetesen nem lehet előre prognosztizálni, de tudja itt, a, hogy már az érzeteknek is van jelentősége. Nagyjából mindenki azt várja Trumptól, hogyha mondjuk megnyeri a választásokat, akkor tényleg itt békét fog csinálni, akkor lehet, hogy ennek lesz egy, 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 egyfajta wishful thinking jellege, tehát hogy, hogy hatással lesz önmagában ez a várakozás a folyamatokra. És én nem tartom ezt esélytelennek egyáltalán. Megjegyzem, sajnos ezt tudjuk kezdettől fogva, hogy nem nagyon születhet más megoldás ebben a háborúban, mint az, hogy kell kötni egy békét, egy olyan békét, amivel világosra kell tenni, hogy nem ismerjük el azt a gazdettet és igazságtalanságot, amit az oroszok elkövettek, hogy rárontottak Ukrajnára, és területeket foglaltak el tőle. De nem, nem, lesz, nem lesz, más megoldás, mint a Krímet és, és, Ukrajnának a, ugye a keleti részének egy része ugye a Donbass-Luhanszról beszélünk elsősorban, ennek az elvesztését tudomásul venni Ukrajnának. Sajnos az a szomorú, hogy ezt kezdettől fogva tudjuk, és a végesen nagyon tud más lenni szerintem, mint ezeket, ezeket le kell zárni egy békekötéssel, de nem szabad szerintem ennek a békének olyannak lenni, hogy úgy tegyünk, mintha ezt elismernénk, mint egy, mint egy, elfogadható, a nemzetközi jog által elfogadható hódítást. Mert ez nem szabad elfejteni sohasem, hogy az oroszok voltak az agresszorok, és mindenféle megállapodás, adott szót, ígéretet, mindent felrúgtak ezzel, amit műveltek. És ezért van a nyugat részéről, Ukrajnának ugye ez az intenzív támogatása, hiszen mögötte az van, hogy hát hogy fog működni a világ, ha egyszer elfogadjuk azt egy országtól, hogy semmi nem számít, csak az erőpolitika. Tehát akinek több fegyvere van, az mehet nyugodtan, az a szomszédos országban éppen olyan kedve van, annak lekanyaríthatja a felét, elfoglalhatja egy részét, mert aztán mi itt tördejük a kezünket, de aztán tudomásul veszük, hát nem tudunk más csinálni. Tehát ezért zajlik ez az egész cirkusz, amit látunk, vagy hát, bocsánat, nem is mondom azt, hogy cirkusz, mert sokkal borzasztóbb dolog, hiszen ezekben a pillanatokban is emberek halnak meg a fronton. Tehát ez egy véres, szomorú valóság, ez, ezért zajlik mert egyszerűen az oroszok kalkulálhatatlanok, és egy atomhatalomról van szó, ami teljesen megbízhatatlan, hiszen nem tart be szerződéseket, nem tartja be az adott szavát. Tehát egy katasztrófa az egész világ számára, amit egyébként Putyin és Oroszország csinál, de nem nagyon tudunk, szerintem nem nagyon lesz más megoldás, mint amit most előbb elmondtam. Kettő percünk van, és amit most kérdezni fogok, nyilván több időt igényelne, de azért mégis fölteszem, hogy ha Donald Trump lesz az elnök, sikerül megoldani ezt a konfliktust, lezáródik az orosz-ukrán háború, azzal hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy vége, megúsztuk, nem lesz világháború, legalábbis reméljük a közeljövőben, máshol nem robban ki olyan konfliktus, amiből aztán az kerekedhet, és mindenki szépen ott folytatja, ahol abba hagyta itt a COVID utáni időszakban, tehát vagy pedig azt a szellemet, ami kijött a palackból, azt nem lehet ilyen egyszerűen visszatolni. A fegyverkezés, az látjuk, hogy Európában is elkezdődik, zajlik, hiszen Európának meg kell tudnia védenie magát. Oroszország pedig egy olyan élményen lett gazdagabb, amit nem fogjuk tudni, mire használ a jövőben. Hát sajnos a szellemet nem fogjuk tudni visszadugni szerintem a palaszba. Tehát már olyan értelemben, hogy hogy az oroszok továbbra is kiszámíthatatlanok lesznek, tehát hiába lesz békekötés, szerintem az, az hoz azért egy megnyugvást, meg nem utolsóban amiről itt közben is említést tettem, hát önmagában az a tény, hogy emberek halnak meg, az egy katasztrófa, tehát ez ügyben már lesz változás, és ez nagyon, nagyon sokat számít, hogy hát Ukrajnából milliók menekültek el, százezrek haltak meg, százezrek lettek örök életre, nyomorékok rokkantak, borzasztó tragédiákkal néznek szembe, generációk esnek ki Ukrajna életéből. Tehát nem is tudom, hogy hogy lesz a talprálítás, és ezt az egész ukrán társadalom hogy fogja ezt túlélni. Tehát ez egy, ez egy borzalom tényleg, és hát persze orosz oldalról is ugyanúgy ott vannak az emberi életek. Szóval. Oroszország sajnos megmarad, főleg Vladimir Putyin vezetése alatt, amíg ő lesz a vezetője, már pedig ugye látjuk, hogy mindenféle látszat választások ellenére tudjuk, Oroszországban egyáltalán is demokrácia, autokrácia van, csalnak a választásokon, stb. 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 Tehát egy katasztrofális állam minden tekintetben, ölik meg az újságírókat, bebörtönzik az ellenzékjel, tehát nem is akarom sorolni a dolgokat, hogy mik zajlanak folyamatosan, tehát egy igazi autoritár rendszer, Szóval amíg Putyin lesz hatalmon, valószínűleg ez fog folytatódni, és egy örök fenyegetést fog jelenteni a világnak. Az egy nagy kérdés, hogy utána mi következik, de ilyen értemben mondom azt, hogy ez a szellem kint fog maradni a palaszból, hogy szerintem az a bizalom, ami 1990 után nyugat jelentős részében is megvolt Oroszország irányába, hogy Oroszország legyengült, ezért persze szeretne visszaszerezni a világ hatalmi pozícióit, de azért meg lehet bízni, és az orosz vezetők egy részében, hogy azért lásd, mégiscsak kivonultak Közép-Európából, lásd, atomfegyverek ügyébe is aláírtak egyezményeket. Tehát csak lehet valamilyen módon hatni rájuk, lehet rábírni őket, hogy tartsák be a nemzetközi jogot. Ez szerintem nem fog visszatérni. Tehát itt a bizalom, hogy visszatérjen Oroszország irányába, az évtizedekbe fog telni. És hát ne felejtsük el, hogy Kína közben ott készülődik, a háttérbe szép, lassan, ők tudatosan számítva lépésről lépésre haladnak előre, és, és mind katonailag, mind gazdaságilag, mind politikailag, és nem szabad elfelejteni azt se, hogy ott, ott is a kínai társadalom nem demokrácia, egy kommunista rendszerről van szó, és egyre nagyobb gazdasági problémákkal néznek ők is szembe. Tehát itt egyelőre a világban azért lesznek gondok szerintem a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a vélemény vendége Fodor Gábor volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lettem.